A román törvényhozás két kamarás, a szenátusból és a képviselőházból áll. Mindkét kamara tagjait 4 évre választják. Az RMDSZ több mint 600 jelöltet állított az országban. A Szatmár megyei tanács elnöke szerint a térség fejlődése szempontjából nagyon fontos, hogy ebben a körzetben is minél több magyar kerüljön a román parlamentbe. Természetesen teljes listánk van, az azt jelenti, hogy a szenátori listán van 4 jelöltünk, a képviselő listán van 7, tehát ebben benne vannak a tartalékok is. Reálisan gondolkodva egy szenátori mandátumban és minimum 2 képviselői mandátumban gondolkodunk. Az összes 5 képviselői mandátum közül minimum 2-ben. Az RMDSZ jelöltjei bíznak abban, hogy a magyar részvétel a román fölé emelkedik, ami nagyobb lehetőséget biztosítana a képviselők számának növeléséhez. Biztos vagyok abban, hogy megmutatkozik a romániai-magyar közösség összefogása, és ez látszani fog az eredményeken is. Azt gondolom, hogy egy erőt tudunk felmutatni, és egy erős képviseletet tudunk a román parlamentbe felmutatni, és azt gondolom, hogy megkerülhetetlen tényezők leszünk a romániai politikai döntéshozatalban. Romániában 1.300.000 magyar él, az ő életükre lesz hatással, milyen arányú lesz a részvétel a választáson? Ne hagyjuk magunkat, ne hagyjuk azt, hogy a román politika megkerülje a magyar politikumot, mert hogyha ez sikerül nekik és nélkülünk döntenek rólunk, akkor gyakorlatilag nincs garantálva az, hogy a magyarság megmaradja Romániában. A képviselő és szenátor jelöltek szerint fontos az is, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tartózkodó 2 állampolgárok is leadják szavazataikat a vasárnapi referendumon. Nagyon fontos, hogy a határon túlélők is azok, akik Szatmárról környező településekre települtek ki, viszont román állampolgársággal rendelkeznek, hazajöjjenek, segítsenek nekünk, mert mindenkinek tudnia kell azt, hogy hiába nyertük vissza Szatmár Németi Szatmár megye vezetését, ahhoz, hogy egy hatékony munka folyjon, ahhoz, hogy újra építsük a várost, a megyét, egy erős bukaresti parlamenti képviseletre szükségünk van. Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke is arra buzdítja a választópolgárokat, bárhol is éljenek, adják le szavazataikat a Romániában élő magyarokért. Mindenki, aki romániai szavazó választójoggal rendelkezik, és a határokon túlél, akár Magyarországon, akár más országokban, valóban tegye meg azt a lépést, hogy a szülőföldjén segítsen, az erdélyi magyarságon, a romániai magyarságon segítsen azzal, hogy él ezzel a választójoggal, és december 11-én elmegy szavazni. A szavazó körzetek vasárnap reggel 7 órától este 9 óráig lesznek nyitva. Ebben az időintervallumban adhatják le voksaikat a választópolgárok.